A résztvevők először egy csapatépítő tréningen ismerkedhettek meg egymással, ahol a figyelem és memória gyakorlatokkal vette kezdetét az ötnapos tábor. A kommunikációs játékok során, melyek vezetője Paksi László volt, a hallgatóknak szavak nélkül kellett kommunikálniuk, megértetni magukat egymással. A szövegértés nagyon fontos a versmondásnál, ám talán még ennél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a helyes légzésre, valamint az artikulációra, hiszen ezek segítségével adható át élethűen az adott költemény vagy próza. A résztvevők gyakorolták azt is, hogyan kell megszólalni a közönség előtt, valamint előadó művészi technikákat is elsajátíthattak. Mivel az ember másoktól tanul gyakorlatban a legkönnyebben, így a szervezők, többek között Felföldi Gábor, is megmutatták, mit tudnak, majd közösen elemezve a látott produkciót, rengeteget tanulhattak a hallgatók.